Nagyjából mire számít most a mai közgyűlésen? Ami fontos nekünk, hogy a költségvetést elfogadják, de a költségvetési javaslatot azon legyen vita, az egyebekben minden egyes kérdésre választ fognak adni az illetékesek. Más hangulatban készült erre a mai közülés az Indexben kirobbant botrányt követően? Nem, mert avval kapcsolatban minden intézkedés, ami szükséges volt, megtett. Heti szakaszunkban elkezdődik a Tóra egyik legismertebb és talán legmegrendítőbb története, a József történet. Ide talán két tanulság illik. Az egyik, József, aki testvéreinek rossz hírét viszi haza az apjukhoz, ezért kerül a gödörbe és ezért kerül a börtönbe. És a másik nagy tanulság, a testvérek, akik igazságot kívánnak szolgáltatni, csak nem jó eszközökkel, csak nem jó úton, és nem jó módon. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez a probléma, ez a kérdéskör valóban megvitatásra kell, hogy kerüljön, hiszen a BZH-t érte a kár. Próbáltunk először az oltóhoz menni, majd beszéltem a bencsénkkel is, és a harmadik volt az, amikor engem hívt a kanukén erre az ügyet. Megvan a nyilvántartás, Nabi úr. Nincs igaza. Lehet, nincs igaza, de megvan a nyilvántartás. Én azt szeretném kérdezni, hogy a temetőben van-e munkaköri beírás? Gondolom, hogy akik járunk ki a temetőben, azt észrevették, hogy egy picit változott ott a kép, az emberek egy kicsit elkezdtek valahogy másképp dolgozni, másképp beszélni, másképp viselkedni talán. Kint volt a te, odaadtam nekünk a pénzt. Csirhe járvány. Én nem a hitközségben elhívtam. Ez 6 évvel, 7 évvel ezelőtt. Akármikor, én nem a helyvállam. De most azt kérik, hogy legyen a három csomó volt, vagy nem volt volt. Legyen mondtam, hát akkor miért nem a helyvállam? Ez egy tartalom vita. Én nem tudok odaállni, te se tudsz odaállni, hogy uram, vagy hölgyem, ne neki tessék, adni a tessékbe fizetni. De ha nincs információ az embereknek, akkor ezt csinálják. Hogy ne legyen, aki is van írva, ne mondjál, hogy egy nincs információ. Azért kérek szót, mert lassan itt fordul a világ, és az elnök úr számon kéri a hívőktől, hogy miért úgy járnak el a temetőbe, ahogy eljárnak. És én úgy gondolom, hogy ezt kikérem magamnak a magam nevébe, és a többiek nevébe, és a Villányi András nevébe is. Mert én úgy gondolom, hogy itt van egy erkölcsi felelősség. Nem büntetőjogi, ez a rendőrség dolga. Erkölcsi felelősség. És hogyha ilyen hangnemben beszél az elnök úr a közgyűlés tagjaival, azokkal, akik ott temettek, akik ott próbálják a sírjaikat rendbe tartani, akkor ezt egyrészt vissza szeretném utasítani. Másrészt, hogyha végignézzük, hogy kialakult egy valamilyen rendszer a temetőbe, és ez a rendszer nagyon sokféle visszásságokra adott lehetőséget, akkor itt van az erkölcsi felelősség kérdése is, konkrétan, és ki kell mondani, tehát most ne kertejünk, beszéljünk magyarul, nyilvánvalóan én úgy gondolom, az erkölcsi felelősség az ott van a menedzsment vezetőjénél, az ügyvezetőnél, mert az ő feladata lett volna, hogy zárt rendszert építsen ki a hitközségnél. Ez az alapszabályban az egyik legfontosabb feladat. Én úgy látom, hogy a temetőbe nem zárt a rendszer. Egy annyira nyitott rendszer van, hogy minden visszaélés elkövethető ott, és azokkal az érvekkel, amiket te most mondtál, elnök úr, azok csak tovább erősítik ezt. A közgyűlés tagjai is alapot teremtenek arra, hogy visszaélést tegyen, az ugyanúgy érintett. Ez lenne a válaszom. Ha tagja a közgyűlésnek, ha nem. Mert ugyanazt csinálta, mint mások. Vannak olyan pletykák, hogy valamilyen előjárósági tisztet fog kapni
ön a BZH-ba vagy a Mazsihba, hogy ezzel konszolidálják a szerepléseit, hogy erre hogyan reagálna? Én azt így nem hallottam, azt tudom, hogy ez nagyon tetszik. A Mazsihisz vezetőségébe jelöltek, erről tudok. Egyébként 3 jelölt van. Nem adok nagy esélyt magamnak, hogy én jutnék be a Mazsihisz vezetőségébe, mert túlzottan konfrontálottam én nagyon sok üggyel kapcsolatban, és egy ilyen választásnál általában a csendesebb embereknek nagyobb jövőt jósolok. A kizárólagosság az, hogy csak egy bizonyos célig dolgoztatott a sárkönösek közül, ez nem fedi a valóságot. Vezető, a temető vezetője, aki érdekelt sírkövek értékesítésében, hogy mindkét pozícióból tudta esetleg irányítani a dolgot, ez jogos kérdés, amit nyilván szintén meg kell vizsgálni. Amikor valaki titoktartási szerződést ír alá, és a szolgálati utat pedig innen kapja a fizetését, hogy finoman mondjam, adómentesen, nem tartja be, hanem a rendőrséghez fordul, és itt a tisztelt közgyűlést, ami a legfelsőbb döntéshozó szerve a budapesti zsidóságnak, előzetesen nem tájékoztatja, azt gondolom, hogy egyéb problémákat is fölvet, tehát én azt kérem, hogy most ez a parton, amit álljon le, mert a kis barhét akarunk, akkor most álljunk le, a nagy barhét, akkor van még bőven. Hülyére magamnak, hogy azt mondja valaki, hogy a titoktartást megszegtem, hogy aki én azzal vádol, hogy módszer vagyok, gonosz vagyok, ahogy mondta valaki, abszolút remek, lojális a hitközséghez, kikérem magamnak, és azt kérem, hogy aki a hitközség alkalmazottja, és ezért fizetést kap, hogy menedzselje, neki kutya kötelességgel volna az első szóbeszéd után oda menni, megkérdezni, kezére csapni, hogy minden diktú ebben a rendőrségre akár. És ezt nekem kell megtenni, majd a legkisebb gyomorabbiának. Sajnálom, ezt kell csinálni. És teljesen visszajön ezzel. Köszönöm szépen.